Sziasztok fiúk, lányok, hölgyek, urak, Csonti vagyok, és újra jelentkezem egy gamer filókötőjel játék hírek epizóddal, hogy miért, mert ez a téma, amiről mindjárt beszélni fogok, mind a kettőbe beletartozik. Mégpedig a tegnapi nap során felröppent a hír, hogy a YouTube meg fogja vásárolni a Twitch.tv-t. Erről írtam a honlapon is, meg a Facebookra is kiposztoltam, de gondoltam megérez egy külön kis beszélgetős videót, úgyhogy akiket érdekel a téma, és szerintem aki ezt a csatornát nézi, azokat mind érdekelnie kéne, elévén a YouTube-ról van szó, illetve a Twitch-ről van szó, ahol pedig olyan játékvideók mennek, nem is videók, hanem élő közvetítések orva szájba, úgyhogy ez egy elég fontos téma, beszélgessünk róla. Na, még mielőtt belevágnánk, tehát miről is van szó pontosan? A Variety internetes magazinnak a honlapján került fel egy cikk, ahol hát magukat meg nem nevező források, de akik valószínűleg már közel vannak ehhez az ügylethez, állították azt, hogy a YouTube, illetve hát a Google, aki a YouTube-ot is tulajdonában tudhatja, felvásárolni készül a Twitch.tv-t. Ha valaki nem ismerné, a Twitch.tv egy olyan internetes portál, ahol élő közvetítések mennek non-stop, kis emberektől, vagy kisebb csoportoktól, vagy esetleg komoly cégektől. A lényeg az, hogy 0-24 élő játék közvetítések mennek ott mindenféle témakörben. Tényleg bármelyik játékról szinte biztos, hogy lesz ott valamilyen videó, és tényleg 0-24 mennek. Főleg az e-sport vagy kompetitív játékok, de akár a legkülönfélébb egyjátékos játékoktól kezdve bármi föl lehet ott, és erre kínál lehetőséget a platform, bárki közvetíthet különböző alkalmazások segítségével, és akkor jaj, de jó, közben megy a chat, tehát olyan, mint egy élő közvetítés itt a csatornámon, de erre egy direkt egy oldal van e közé felépítve, és a Twitch ilyen szempontból a legsikeresebb, a legnagyobb ilyen élő játék streamelős oldal. Na, és miért is beszélgetek én most veletek erről? Hát egyrészt, ahogy már említettem, ebben valamilyen szinten mindannyian érintve vagyunk, elvégre a YouTube-nak egy igen nagy hányadát alkotják a játékvideók, és valószínűleg sokan nézitek is a Twitch-et is, vagy szoktátok esetleg használni, és ti is streameltek ott, és hogyha ez a kettő úgymond idézőjelben egyesülne, azért nem versenyen használok feltételes módot, mert ez még közel sem biztos, több okból kifolyólag, de erről is majd mindjárt beszélek. Tehát ez a kettő egyesülne, akkor az valószínűleg felborít egy jelenlegi státuszkót, illetve a jelenlegi helyzet valószínűleg változni fog, ami így a YouTube-ot, illetve a Twitch-et illeti. Ha nem is teljesen, de itt-ott biztos lesznek változások. Másrészt nekem is van YouTube csatornám és Twitch csatornám is, bár az utóbbit nem nagyon használom, lévén nincsen rá elég időm, hogy ott is még streameljek, de elég erősen gondolkoztam rajta még a múltban is, hogy többet kéne rajta streamek, csak valahogy sose jutok el odáig, hogy arra is időt tudjak szánni, hogy hetente mondjuk 9-10 órányit ott élőbe közvetítsek, mert kvázi úgy lenne értelme a dolognak. Na de mindegy, lényeg. A lényeg, hogy én úgy érzem, hogy akik engem néznek, azokat mind érdekelheti ez a téma, sőt, olyanok is, akik esetleg csak most találnak ide ennek a videónak köszönhetően, mert mondjuk vagy hallottak erről, és ez dobta föl nekik a kereső, vagy ők is streamelnek a Twitch-en, vagy a YouTube-on, úgyhogy lássuk, hogy miről is van szó, vagy hát mik lehetnek az előnyei, vagy a hátrányai egy ilyen feltételezett egyesülésnek. Na, nézzük először talán az előnyeit. Tehát Google, YouTube felvásárolja a Twitch-et $1 milliárd, tehát erről szólt a hír, hogy $1 milliárd, ami olyan 220-230 millió forint, vagy milliárd forintnak felel meg. Hát abból már egy fél négyes metró simán megvan. Vagy ez egy kisebb ország éves költségvetése, tehát nagyon nagy pénzről van szó. De lényegében a piacvezető streamer csatornát vásárolja föl, és akkor tudhatja magának ezáltal a Google-i. Na nézzük akkor az előnyeit. Tehát
Alapvetően a Twitch az egy startup, tehát egy kis vállalkozásnak indult, de aztán annyira kinőtte magát az elmúlt években köszönhetően az e-sportok népszerűségének és annak a szemléletmódnak, amivel gyakorlatilag egy kánoánt teremtettek azoknak, akik szeretnék az online játékokat így közvetíteni, hogy tényleg piacvezető lett a maga szektorában. De ettől függetlenül ugye, ha a Google-nek az anyagi erőforrásai a rendelkezésére állnak majd, valamint a technológiája, akkor az véleményem szerint mindenképp egy jobb szolgáltatási színvonalat fog eredményezni a Twitch-nek, és jobb infrastruktúrát is, köszönhetően annak a pénzmagnak, ami oda be fog folyni ezáltal. Ugye mind a két oldalnak azért megvannak a maga kis szépséghibái így a technológia részen, tehát gondolok itt arra, hogy a Twitch-en mondjuk a videófelbontások nem éppen a legszebbek, nem mindig konvertálja le jól őket, míg például a YouTube-on az élő közvetítés, mint olyan, az nem annyira jó, mint a Twitch-en. Ha most ez a kettő egy kézben egyesül, akkor valószínűleg ott a technológiák is helyet cserélnek, és ezáltal mind a két platform profitálhat belőle. A másik pozitívum, hogyha a két rendszert integrálják, tehát gondoljatok bele, akkor egyfajta átjárás lesz így a két ilyen rendszer között. Már most is van egyébként, tehát a Twitch-ről lehet a Google-re exportálni már lezajlott élő közvetítéseket, de az a keresőrendszer, ami a Google és a YouTube mögött van, az gyakorlatilag világ első és világ klasszis. Ha ezt integrálják a Twitch-el, vagy hát a Twitch-et integrálják inkább ebbe, akkor azok, akik a Twitch-en közvetítenek inkább és nem YouTube-oznak, azoknak ez egy nagyon nagy lehetőséget jelent. Gondoltok csak bele, azért a Twitch-en elég nehéz navigálni olyan szempontból, hogyha valaki rendszeresen közvetít, akkor az annak lesz egy elég nagy ilyen felvett show. Tehát a közvetítéseknek a felvétele az megmarad. És azért abban elég nehéz navigálni. A search engine, tehát a kereső optimalizálás sincs annyira jól kiépítve, mint mondjuk egy YouTube esetén, ami ugye a Google-lel van integrálva, de ha most ezt beintegrálják a Google rendszerébe, akkor már a Twitch-es felvételeket is sokkal inkább ki fogják dobni a keresők, és ezáltal nézettség növekedést eredményezhet a streamereknek. Megfordítva a dolgot, akik viszont eddig csak YouTube-oztak, azok lehet, hogy most már könnyebben fognak ráállni arra, hogy akár gyakrabban közvetítsenek élőben. Hát ahogy elnéztem, azért elég ritkák a magyar gameplay élő közvetítések. Külföldön azért gyakoribbak, hogy a YouTube-ot használják, de inkább mindenki a Twitch-re megy. Na és most valószínűleg ezért vásárolta fel a konkurenciát a Google is. Úgyhogy ebből a két szempontból én mindenképp jónak érzem a dolgot. Na nézzük a lehetséges hátrányokat, mert azért az is van. Hát mindenki egyből ugye a rettegett copyright tartalomazonosító rendszer szörnyet fogja elsőnek felemlegetni, és igen, én is, mert ugye a YouTube-on az elmúlt pár hónapban egészen pontosan decemberben indult egy olyan hadjárat, hogy így rászabadították a tartalomazonosító rendszert a partner programnál lévőkre, és akkor így derültékből villámcsapás, hirtelen mindenkinek a videóit megfogta, visszadobta, letiltotta. Én nem vagyok partner programnál, és ez nálam már a kezdet-kezdete óta működik. Én csak szimpla YouTube partner vagyok, és nálam ez volt az alapértelmezett rendszer már. Magyarán szólva, ha jogvédett zenét, képet, filmet, hanganyagot, bármit használok, akkor ez a tartalomazonosító rendszer az összes videómat, mindenkinek a videóját szkenneli, és ahol kiszúrja az adott hangsávot, vagy felvételsávot mondjuk egy filmből, akkor azt gyorsan beflegeli, és akkor avval a videóval nem lehet pénzt keresni, illetve rosszabb esetben akár le is tilthatja, vagy még rosszabb esetben esetleg még le is törli a videót, és akkor kap az ember egy sztrájkot, és három ilyen sztrájk adott időn belül, és búcsút mondhat az ember a csatornájának.
Tehát ez egy elég kemény dolog, és erre a YouTube nagyon odafigyel, gondolom azért, mert így az elmúlt 2-3 évben szétperelték őket, és akkor inkább ezt meglépték, hogy akkor így rendet teremtsenek. Na, a Twitchen ez nincsen, tehát a Twitchen online mennek az emberek, és mindenki úgy streamel, hogy közben XY-tól az ez és az a zene megy a háttérben, bevágnak filmrészleteket, meg mindent, tehát ott egy kicsit ez szabad, tehát nem kicsit, ez teljesen szabadra van engedve. Arról nem is beszélve, hogy tényleg ott bárki bármilyen tartalmat használhat, a jogvédett tartalmat a streamjei közben, és így én tényleg ezt elhiszem, hogy sokkal hangulatosabb. Én is nem egyszer olyan szívesen bevágtam volna egy-két odaillő zenét, de nem. Tehát mert nem akarom, hogy a videóimat beflegeljék. Mellesleg megjegyzem, hogy a YouTube most már biztosít zenéket, amiket fel lehet használni az ilyen videókhoz, tehát azokat teljesen nyugodtan lehet használni, és valószínűleg érzem, hogy akkor itt is lesz majd egy ilyen dolog, hogy olyan zenéket vásárol meg a YouTube, amiket utána ott szabadon lehet használni a streamek közben. Legalábbis én ennek látnám értelmét. Na a lényeg, hogy a Twitch jelenleg a vadnyugat. Tehát zabolátlan vadnyugat, így copyright szempontból, és félő, vagy hát valószínű, hogy ha a YouTube kezében lesz, akkor rövid időn belül, de ott ez meg lesz rendszabályozva. És ez valószínűleg nagyon sok embernek fájni fog. Nekem személy szerint nem, mert én nem szoktam streamelni, de ha streamelnék is, akkor se copyright vagy jogvédett tartalmakat nyomatnék a háttérbe, mert hát én ilyen szempontból már előre látó vagyok, tehát én szeretek tisztán játszani. Ugyanez igaz a játékokra, amit bemutattam, tehát a játék készítők sem mind egyből járulnak hozzá az, hogy a játékaikból pénzszerzős videót lehessen készíteni, vagy felhasználni a Twitchen közvetítés, az más kérdés, hogy Twitchen ezt letolják magasról. Nagyon sok indie, de már nagy játék forgalmazó, játékgyártó, játékfejlesztő már ezt így deklarálja konkrétan, hogy megengedi az ilyen típusú felhasználását a játékaiknak. Sokan még nem, de ha rákérdeztek náluk e-mailbe, a supporton, vagy a PR-osnál, HR-esnél, hogy mi újság, akkor általában meg szokták engedni. És tényleg van egy-kettő, aki nem, pölön Nintendo, de azt őket inkább hagyjuk. Tehát a Nintendónak most van elég baja, meg már amúgy is. Tehát nagyjából így néz ki a helyzet. A játékvideók egy nagyon nagy szegmensét képezik így az online médiának, és ez szerintem így is fog maradni. Az emberek szeretnek játszani, és már úgy nőnek fel, ebbe szocializálódnak bele, hogy játékvideókat néznek, játékvideósokat hallgatnak, ez mindennapjaik részét képezi. Inkább néznek most már egy StarCraft közvetítést, mint egy foci mérkőzést, sokan, köztük én is, de persze ez nem azt jelenti, hogy a sportok abszolút el fognak tűnni. Egész egyszerűen most már van egy ilyen iparág, egy ilyen média, és ez szerintem nem fog eltűnni. Legalábbis nem a következő 10-20 évben, azt biztosra veszem. Hanem, sőt, nem is hiszem, hogy el fog tűnni valaha is, hanem inkább majd csak tovább fejlődni, és e köré egy újabb koncepcióval ki fog nőni egyszer csak, de mindesetre az online játékvideók és az online játék streamelés, ez itt marad, és itt is fog maradni. Tehát ez a copyright szörnyeteg az egyik borzalom, amitől rettegnek, megjegyzem jogosan, de ez is egy olyan dolog, hogy ez valószínűleg sok embernek fájni fog, de azok, akik erre már számítanak, vagy eleve már így rendezkedtek be, azoknak ez nem lesz probléma, a többieknek pedig csak hozzá kell edződni. A másik elefánt így a porcelánboltban, az pedig a YouTube-nak, a Google-nek a monopól helyzete. Egy egészséges kapitalista társadalomban, és a YouTube az egy amerikai, a Google az egy amerikai cég, a Twitch is egyébként, tehát a konkurencia, a kompetencia az táplálja a versenyt, hogy a szolgáltatók egymást felül licitálva mindig jobb és jobb szolgáltatással álljanak elő ugye a felhasználók felé, hogy őket használják jobban. Ha már most a YouTube-nak a Twitch volt az egyik legnagyobb konkurenciáját, nagyon sok nagy videósnak van Twitch fiókja, ahol szokott streamelni rendszeresen, és ilyen szempontból nem a YouTube-ra kerülnek ki a tartalmak, nem ott értékesítik a reklámfelületet, hanem a Twitch-en. Ez a YouTube-nak
bevételkiesés. Na már most, ha ő szeretné, hogy minél többen használják az ő platformját élő közvetítésekre, ehhez neki le kell fejleszteni, azt marketingelni, és a többi, és a többi. De úgy tűnik, hogy a Twitch-et ilyen szempontból nem bírják leverni. Hát egy jó kapitalista társadalomban ilyenkor mi következik? Az, hogy felvásároljuk a konkurenciát, vagy legalábbis megpróbáljuk. Viszont ennek megvan az a veszélye, hogy konkurencia nélkül viszont a YouTube olyan monopól helyzetbe kerül, hogy utána szinte bármit megtehet majd az emberekkel, a kedves felhasználóival. Nem minthogyha már most nem lenne monopól helyzetben, de akkor ez plusz egy fegyver még a YouTube kezébe, hogyha ezt a platformot is uralja. És pár perccel korábban utaltam arra, hogy ugye feltételes módot használok végig, hogy felvásárolhatja, vagy lehet, hogy fel fogja vásárolni. Egyrészt azért, mert hivatalosan ez még nem lett megerősítve ez az információ. A másik ok pedig az, hogy egy ilyen volumenű felvásárlást az amerikai jogszabályok és egyéb ilyen lobbik is meg fognak eléggé vizsgálni, és nem biztos, hogy jóvá hagyják. Tehát lehet, hogy az amerikai bíróság fogja azt mondani, hogy ezt nem vásárolod fel. Mert hogy ez akkor monopól helyzetet teremt, és ugye az egészséges verseny híve az amerikai társadalom, és ebből kifolyólag nem fogják megengedni nekik. Még akkor sem a dupláját is fizették érte. De valószínűleg tartom, hogyha a Google valamit fel akar vásárolni, azt fel is fogja vásárolni. Nem hinném, hogy ne lehetne elég szenátort, politikust, jogalkotót megkenni. Van az a pénz. Nekik meg főleg van az a pénz. És akkor én már jogosan hallom ezeket a felháborodásokat, hogy jó, hát akkor a Google ezt is el fogja ni, tehát ez egy teljesen normális első reakció. Viszont én azt mondom, hogy ha ez tényleg megvalósul, akkor más nem tehetünk azon túl, hogy bizakodunk. Egy nagy kérdés, hogy hogyan fogják esetlegesen a két rendszert integrálni. Én bízom abban, hogy egy nagyon könnyű átjárhatóságot biztosítanak, tehát a YouTube-ről Google, Twitch-re, a Twitch-ről YouTube-ra egy nagyon könnyű oda-vissza konverziót, illetve ha Twitch-en online megyek, akkor az a YouTube fiókom alatt is ugyanúgy fog látszani, mint egy élő közvetítést csinálnék. Ez pedig tök jó. Én például azért nem Twitch-eltem eddig, mert ugye a Twitch-en, most köszönöm mindenkinek, aki ott így lelkesedésből feliratkozott, annak ellenére, hogy nem nagyon használtam, de van mondjuk pár tucat feliratkozóm, viszont a YouTube-on már van több mint 10 000, amit köszönök szépen mindenkinek. Na már most, ha én a YouTube-on csinálok egy élő közvetítést, azon ott szokott lenni átlagban egy olyan 100-110 ember, legutóbb már 200 fölött voltunk, az volt az eddigi rekord, de látjátok, tehát egy 10 000-es feliratkozó számból mondjuk az 1-2% az, aki tiszteletét teszi. Hát értelemszerűen, ha Twitch-en csinálnám ugyanezt, akkor lennénk úgy 2-3-an, amivel nincs baj alapvetően, de tehát én sokkal szívesebben használom már azt a platformot, ahol megadom ezt az eventet, és akkor jönnek az emberek. Persze csinálhatnám azt is, hogy csinálok egy videót arról, hogy na majd most megyek Twitch-re, és akkor gyertek oda át, oké, én elhiszem, hogy akkor sokan átkattintanák, de mégsem annyian, mert azért az emberek lusták kattintani, és ha már egyel többet kell kattintani a nullánál, az már némi nézőszámcsökkenést eredményez, bármennyire is jóindulatúak vagyunk. Ez így működik, ez így van. És én ezért nem használtam ezért a Twitch-et. Tehát arra egy külön időt, külön energiát, külön ötletet, tehát mindent rá kell szánni, hogyha én ott fel akarok építeni még egy Twitch-es nézőbázis. De ha ezt a kettőt integrálják, akkor ezt kvázi leegyszerűsítik nekem. Úgyhogy én ennek csak örülnék. Ti is jól jártok, én is jól járok, mert hát ugye ti könnyebben megtaláljátok a Twitch-es élő közvetítéseimet, lehet gyakrabban fogok élő közvetítéseket csinálni, és a többi, és a többi, és ezek persze később is hozzáférhetőek lesznek. A másik dolog, ami miatt egy kicsit még
elzárkóztam ettől, az ugye az, hogy egy élő közvetítés ez teljesen más, mint azok a műsorok, amiket én itt legtöbbször felrakok. Én azért itt szeretem úgy csinálni a videóimat, hogy legyen egy eleje, egy közepe és egy vége. Egy élő közvetítés az meg csak úgy lóg a levegőben. Jó, az elején beköszönök, hogy hello, sziasztok, de aztán lehet, hogy félúton kimegyek WC-re, csönget a postás, beszélgetek közben itt a családdal, stb. És azért ezt egy videóba tudom, hogy sokan szerettétek, vagy szeretnétek, de azért nem erre kíváncsiak a YouTube csatornámon szerintem a nézők nagy része, és éppen ezért nem is csinálok ilyen jellegű műsorokat. Az élő közvetítésekben néha becsúszik, de ez az élő közvetítés varázsa. Ellenben a Twitch-en ez teljesen elfogadott. Tehát van különbség a két platform között, sok-sok mindenben különbözik, mások egy kicsit a szokások, más tolerálnak az emberek, és arról nem is beszélve, hogyha már így a pénz oldalát nézzük, ugye mások a hirdetés típusok. A YouTube-on ugye ott vannak a kis bannerek, ott van a videó előtti, után ilyen kis film, amit át lehet kattintani, és időnként van olyan, amit nem lehet átkattintani, és azt azért fixen fizetnek ugye a hirdetők. A Twitch-en is kicsit másképp van. Ott is vannak ilyen videó előtti meg utáni kis videók, amit át lehet kattintani, de ott viszont arányaiban nézve több a reklám, mert akik partnerek a Twitch-en, azok tudják, hogy azoknak lehetősége van így a közvetítés közben beszúrni reklámokat. Tehát azt mondjátok, hogy oké, srácok, most kimegyek egy 5 perc szünet, és akkor lenyom egy gombot, és akkor jön a reklám. És ilyen szempontból sokkal többször tűzdelik tele reklámmal a közvetítés, de az a Twitch-es közösséget úgymond nem zavarja, mert ők ezen szocializálódtak, mint mondjuk egy YouTube-os közösség már lehet inkább felháborodna ezen, hiszen ő nekik ez esetleg szokatlan. Tehát ilyen apróbb különbségek vannak a két platform között, elsősorban a hirdetések tekintetében, arról nem is beszélve még, hogy a Twitch-en ugye nagyon sokszor kilinkelik az adomány vonalukat az emberek, tehát ilyen donate gombok, hogy adományozni lehet nekik. Ha most egy Google átveszi ezt a rendszert, akkor lehet, hogy ezt nem engedné. Lévén, hogy minden pénz az rajtuk keresztül hozzájuk fusson be, és akkor abból ugye részesedik a kedves user, a videós, a streamer. És egy másik, és a harmadik nagy különbség az, hogy a Twitch-en már van fizetős feliratkozás a partnereknek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egyfajta szponzorálás, tehát be lehet állítani különböző bónuszokat, és ugye már szóltam róla korábban, hogy nagyjából egy 3-4 évvel ezelőtt a YouTube is elkezdett kísérletezni ezzel, és ez a kísérletezés mind a mai napig zajlik, tehát pár nagyobb országban már lehetősége van pár csatornának beállítani a fizetős feliratkozást, Magyarországon még nem. De a Twitch-en ez a Twitch partnereknek ez elérhető. És akkor általában aki feliratkozik így, tehát egy ilyen 4-5 dollár vagy 4-5 eurónyi összeget ilyenkor kifizet, és akkor abból kap a Twitch is, meg a csatorna tulajdonosa is. És cserébe az az ember nagyobb sávszéllel nézheti az élő közvetítéseit annak az illetőnek. Nem lát reklámokat, ez egy nagyon fontos szempont, gyakorlatilag ezzel a reklámmentességet veszi meg. És igen, ezek ugyanúgy a YouTube-os fizetős feliratkozásnál is, ha jól olvastam, rendelkezésre állnak majd, és akkor ez egy élhető üzleti modell. Tehát megvannak az előnyei és a hátrányai is, minden esetre én bizakodó vagyok, és remélem, hogy tényleg nem fogják nagyon elcseszni ezt az egészet, ha létrejön egy ilyen jellegű fúzió, vagy hát felvásárlás, és majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én pedig megköszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a kis beszámolót, illetve élveztétek a gondolatmenetet, és kommentekbe várom, hogy ti mit gondoltok erről az egészről, mi az, amitől féltek, mi az, amit reméltek esetleg ettől az egész szituációtól, ha bekövetkezik, és remélhetőleg jó lesz a vége, ha egyszer lesz vége. Viszont a videónak vége, én pedig megköszönöm szépen a figyelmeteket, további szép napot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!